Kedves delecskeiek! Ismét eltelt egy év, szilveszter van. Bár csendesen és közös ünnepléstől mentesen búcsúzunk a mögöttünk álló évtől, mégis alkalmunk van szívünkben vágyakozással, kíváncsian várni az új esztendőt. Emberpróbáló időszakként tekintünk vissza az elmúlt évre. A Kárpát-medence és benne mi magyarok, delecskeiek, megmutattuk azonban, hogy még ha az élet ilyen nehéz akadályok elé állít is, együtt és közös erővel képesek vagyunk megbirkózni, még a láthatatlan ellenséggel is. Egyik napról a másikra kellett olyan életmódváltást eszközölnünk, amire legmerészebb álmaikban sem gondoltunk volna. Ha ez sikerült, már pedig sikerült, akkor joggal és meggyőződéssel állíthatjuk, hogy bármire képesek vagyunk. Képesek vagyunk magunkat háttérbe szorítva, egymásért és a településünkért, ezért a kis bihari ékszerdobozért mindent megtenni. Azért, hogy gyermekeink, majd unokáink olyan örökséggel kezdhessék életüket, mely büszkévé teszi őket, ami erőt ad nekik saját életükben, az eléjük kerülő veszélyekkel, akadályokkal szemben. Ezt tűzzük ki célunként, és erre gondoljunk, amikor nehéz és önfeláldozó munkára, tettekre van szükség, hiszen értük dolgozunk, értük kell dolgoznunk, de csak a mi otthonunk kell, hogy legyen, nem szabad, hogy a rossz indulat, hatalomvágy és egyéb negatív érzések eltérítsék elménket és tetteinket a célhoz vezető úton. A mögöttünk hagyott esztendőben beszorultunk egy sokak által tágasabbnak vélt világba, a virtuális világba. Vágytuk, szomjaztuk a szabadságot, a testi-lelki felfrissülést, de csak ritkán adatott meg. Kedves derecskeiek, nézzünk együtt, közösen szembe az új évben is elénk háruló nehézségekkel. Azt kívánom, hogy az elmúlt esztendőhöz hasonlóan mutassuk meg erőnket, tenni akarásunkat. Kívánom minden polgártársamnak, hogy egészségben és sikerekben gazdagabb legyen a 2021-es esztendő. Boldog új évet Magyarország, boldog új évet Derecske!